Sziasztok! A szokásosnál most két héttel hamarabb kerül megrendezésre a Forma 1-es Magyar Nagydíj, de üssekő, nem olyan nagy katasztrófa ez. A futamaktualitások videónk helyett viszont most úgy gondoltuk, hogy egy picit érdekesebb témát járnánk körbe, mert úgy hiszük, hogy a nézőink közül a legtöbben már jártak a Hungaroringen, akár nem is egyszer, azt viszont, hogy mi volt a pálya helyén, hogyan húzták fel, és miért olyan híres a Hungaroring építése, azt valószínűleg sokkal kevesebben tudják. Éppen ezért szeretnénk nektek bemutatni a Forma 1 betörését is hazánkba, a pálya helyszínének kijelölések körüli bonyodalmakat, az építkezés nehézségeit, egészen Piki első győzelméig. Kezdjünk is bele! Az első magyar nagydíjról nemrég készítettünk nektek egy videót, ha még nem láttad, feltétlen kattints át majd rá. Az 1936-os verseny pontosan 50 évvel követte az első Forma 1-es magyar nagydíj, mi most viszont csak 48 évet ugranánk előre az időben, egészen Lauda utolsó bajnoki címéig. Ebben az évben kezdődtek meg ugyanis a tárgyalások a FOKA és a szocialista országok között, amelyek piacára előbbi be akar törni. A 16 futamos világbajnokság ugyanis az összes kontinenst érintette, de a Varsói Szerződés egyetlen tagállamában sem rendeztek futamokat, azok közvetítése nem voltak lefedve. A fő kérdés az volt, hogy melyik országban rendezzék meg a futamot. Természetesen ugye a legnagyobb trófea nem más lett volna, mint Moszkva, a Vörös téren esetleg egy Forma 1-es nagydíj, de a szovjet kommunista párt erről hallani sem szeretett volna, végül a futam rendezéstől is elzárkóztak. A lehetőség így a baráti országokhoz került. Igazi esélye ezek közül igazából csak hazánknak, illetve Jugoszláviának volt, de a szerb-horvát-bosnyák nemzeti ellentétek miatt nem igazán tartották megfelelő helyszínnek a föderációt. Így maradt hazánk, akikkel az előzetes szerződést 1985 legelején írták alá. Itt nem hagyhatjuk ki Frank Tamás nevének az említését, aki nagyon sokat segített az üzlet mihamarabbi nyelveütésében. A futam rendezése innentől a magyar fél felelőssége volt. Első és nem elhanyagolható feladatként ki kellett választani, hogy hol építsék meg a pályát. A korábbi népligeti helyszínt már a 80-as években is alkalmatlan helyszínet találták a versenyzésre, így három másik helyszín merült fel, akinek a következő feltételeknek kellett megfelelnie. 1. Budapestről egy fő közlekedési útvonalon könnyen elérhetőnek kellett lennie, és ne síkvidéki terület legyen. A domporzatot ugyanis mindenképpen fel akarták használni, hogy egy egyedi nyomvonalat alakítsanak ki a Hungaroring számára. Először a Balatont szemelték ki, mint lehetséges helyszínt, de gyorsan megalapították, hogy túlságosan messze van a fővárostól, így egy közelebbi helyszínt kerestek volna. Ezt az új területet meg is találták a Velencei tó északi partján, ideális helyszín mutatkozott egy pálya felépítésére, ahova ki is vonultak az építkezésre megbízott aszfaltútépítő vállalat munkatársai, de pár perc séta után szögesdrótba és katonákba botlottak, akik megkérték őket, hogy mi hamarabb hagyják el a helyszínt. A katonai objektum miatt a velencei tai pálya ötletét is elvetették így. A Hungaroring jelenlegi helyszínét 1985 kora nyarára találták meg, és késő augusztusra jelölték ki a pálya nyomvonalát. Az akkor még mezőgazdasági művelés alatt álló telkeket Magyaró tanácsa örömest adta át az államnak, hogy mi hamarabb elkezdődjön a beruházás. A pálya vonalvezetésének, infrastruktúrájának és energiaellátásának megtervezését a már említett aszfaltútépítő vállalatra bízták, a beruházás főirányítója Pap István volt, a nyomvonalért pedig Gulácsi Ferenc felelt. Maga a tervezési fázis meglehetősen rövid volt, kora nyártól egészen őszig tartott, persze azért azt tegyük hozzá, hogy kivitelezés közben rengetegszer kellett módosítani a terveken a felmerülő problémák miatt. A Hungaroring nyomvonaláról amúgy terjed egy legenda is, miszerint egy budapesti hotel várjában Eccleston egyszerűen egy szalvétára lerajzolta, majd átadta a tervezőknek, hogy ezt tessék megépíteni. Szerencsére ez nem igaz, a tervezést egy-egyben ráhagyta a magyar kollégákra, azokra, akik a kiutazás tilalom miatt amúgy egyetlen nyugati versenypályát sem láttak még korábban. A szoros határidő miatt, ugye 1986-ban már jött a mezőny, a legegyszerűbb megoldásokat használták. A telek leghosszabb sík részére helyezték el a célegyenest, a box utcát és a fő tribünöket, amíg a kanyargós második és harmadik szektor nagyjából lekövette a szemben lévő dombok alakját. Napjainkból visszatekintve a tervezés során nagyon jó és nagyon hasznos koncepciót használtak. Minden kanyarévét aszerint alakították ki, hogy a kanyar mögött mekkora bukóteret tudnak kialakítani. Ez lehetővé tette, hogy a Hungaroringen azóta sem volt szükséges egyetlen egy komolyabb átépítésre, és a pálya mindvégig meg tudta őrizni a Grade 1-es besorolását. Mint annyi beruházás, a Hungaroring építése is több jelentős problémába botlott bele, Magyaródon 4 ilyet találtak az építők.
Az első és legnagyobb biztonsági problémát felvető körülmény az volt, hogy a pálya alatt elhaladt egy fél méter vastagságú gázvezeték, ami két ponton metszette a pálya tervezett nyomvonalát. Ezeken a helyeken az építkezők kénytelenek voltak extra töltést felhúzni a talajra, hogy minél vastagabb földréteg legyen a pálya és a gázvezeték között, az ne kapjon extra terheléseket a felette elhaló munkagépektől vagy versenyautóktól. A földgázon kívül az országos villamosenergia rendszer is gondot jelentett a pálya környékén, méghozzá egy 400 kV-os távvezeték formájában. Egy ilyen vezetéket tartó oszloptól tanácsos minimum 10 méter távolságot tartani, nem hogy egy versenypályát vagy egy egész tribünt felhúzni. A távvezeték amúgy ma is megtalálható a célegyenes mögötti domb tetején, párhuzamos azzal. A következő probléma területen feltörő vízforrások voltak, ezek ugyanis feláztatták a talajt, kimosták a töltést az aszfalt alól, valamint meggátolták a nehezebb munkagépek mozgását. A kivitelezés így nem is igazán az aszfaltozás alapjával kezdődött, hanem csatornázni kellett. Az összegyűjtött vizeket végül a Magyaró patakba vezették bele, amely nagyjából a hármas kanyar mellett hagyja el a pályát. Végezetül az utolsó és amúgy legsúlyosabb probléma a talaj minősége volt, az ugyanis gyenge terbírógépességű löszös homokos talaj volt, nagyon sok tömörítés kellett hozzá, hogy megfelelő állapotba kerüljön az építkezéshez. Aki mostanában járt a pályán, az látotta, hogy például a főtribün mögötti töltés nem éppen bizalomgerjesztően néz ki, de a lelátó alá is, hogyha valaki benéz, láthatja, hogy milyen szakadékot mosott már ki ott az eső. A Hungaroring kivitelezésében az első kapavágás 1985. szeptemberében történt, tehát igen, az építkezés legnagyobb része télen zajlott, amelyet a frissen alapult Forma 1 gazdasági társaság gépei végeztek. Ez a koncern az alapításkor még csak 5, főként a kivitelezéssel és építőanyag szállítással foglalkozó vállalatból állt, majd később további 6 cég társult be. Itt megemlítem, hogy a kulcsakész pálya 1985-ös árfolyamon 363 millió forintba került, ezt inflációval megszorozva ma nagyjából 9,6 milliárd forintot tenne neki. Legjobb értesüléseink szerint a Hajdúnánás mellett épülő pályára nagyjából 62-65 milliárd forintot szánnak. A munkálatok legjava 1986. júniusára el is készült, a Forma 1-es mezőny fogadása előtt pár próba futamot is rendezhettek. Az őszi kezdés figyelembe véve a pálya rekordidő alatt 9 hónapnyi építkezéssel el is készült. KGST bajnokságok futamai alatt természetesen még voltak hiányosságok a pályán, ahogyan az 1986-os verseny óta is számtalan, de legfőképpen az aszfaltsíkot érintő építkezés történt Magyaródon. A közeljövőben megvalósuló építkezések, amelyek főként a lelátókat, a pedokot, az orvosi, valamint a médiaközpontot érintik, biztosítani fogják, hogy 2027-ig, és remélhetőleg azután is legyen Forma 1 kis hazánkban. Kellemesen töltötte az idejét a közel 200 ezer főt számláló nézősereg, de a hangulat akkor forrósodott fel igazán, amikor a kocsik felvonultak a rajthelyre. Egymás után gördültek elő a dübörgő gépek. Edzők, technikusok, szerelők vették körül a versenyzőket. Mindenki sietve tárgyalt, szerelt, még egy utolsó tanácsot adott. A szabad edzés időeredményei alapján a legjobb indulási pozícióba a brazil Ayrton Senna, honfitársa Nelson Piquet, Alain Prost és a brit Nigel Mansell került. Ez volt az első két sor, amikor az előstart jelre megindultak a kocsik, hogy egy próbakört tegyenek. A versenyzők ismét elfoglalták starthelyeiket, és ekkor elérkezett a rajt, a napok óta fokozódó izgalom betetőzése. Nálunk egy év megfeszített munkájának utolsó pillanata. Tizenöt másodperc és a 26 gépcsoda már el is tűnik a kanyarban. Ezzel a rajttal a világ legnagyobb, legnépszerűbb, legdrágább utazó cirkusza visszavonhatatlanul megérkezett Magyarországra. Ha tetszett a videó, akkor nyomjál rá egy lájkot, nézzét a csatornán hasonló tartalmakért, kövess minket Facebookon, Instán és a weboldalunkon. Ha további anyagokat szeretnél tőlünk, akkor támogathatsz minket Patreonon, az eddigi patronjaink listáját itt láthatod, nekik külön köszönettel is tartozunk. A legközelebbi viszonthallásig is vigyázzatok magatokra,
Sziasztok!